Szervusztok! Gondolom ismerős ez a hely. Az utolsó filmemben itt volt az, hogy jöttem onnét lefelé, és hát nem nagyon, de azért esett az eső. Tehát most ugyanott vagyok, és innét fogok indítani egy túrát, hogy emlékezzetek rá, itt álltam meg egy pillanatra, de akkor már esett mondjuk az eső, nem sok mindent lehetett belőle látni. Ez a répás völgy élővilága. Hát a növényeket mutatja be, nem fogom elolvasni. Szóval üdv mindenkinek, és elsőre azt kérem, hogy iratkozzatok fel a csatornámra. A második pedig az, hogy gyertek velem. Van egy kis hátszél, lehet látni a füvön, arra felé fúj. Hát ez most itt kifelé menet, akkor segít valamennyit. Aztán majd a következő felvételnél meglátjuk még. Egy ismertető pontot akarok még ott is megmutatni nektek. Kértem egy újabb ismerős helyre. Valószínű, hogy visszaemlékszetek még erre. Tovább itt ezen a völgyön hát lehetne menni, de ilyen szöges dróttal van leválasztva az, hogy mi, azt nem tudom. De végül is itt erre lehet menni. És hát ez visz végül is a határhoz. Hát itt van egy kis domb, azon kell kimenni, és ott lesz az a 300 méteres jelölés szlovák nyelven, amit mutattam a múltkor, és abba az irányba ott lesz az a sárga jelzés, amit szintén említettem, hogy nem tudom, hogy hová megy. Egyszer meg kellene nézni, hát szerintem most jött el az az egyszer, meg fogom nézni. Ugyan lefelé menetbe úgy néztem, hogy van egy kis patak is, nem tudom majd, hogy fogok tudni átmenni rajta. Hát majd kiderül. Azt hiszem, hogy hídra nem kell számítanom, tehát biztos, hogy nem lesz. Ha lesz, akkor az jó. Nem tudom, behallatszott-e a kakuk. Na mindegy, megyünk tovább. Tehát az elmúlt alkalommal innét jöttem le. Mondjuk a kis kamera nem fogja visszaadni a meredekségét ennek a helynek. Bent vagyok újra az erdőbe, mint ahogy azt látjátok. Egyébként most innét jöttem. Abba az irányba megyen tovább, zöld jelzésen a határ. És a sárga jelzés itt látható. Ranicsnyi Precshod, 300 méter. Mai napig nem tudom még, hogy ez mit jelent. És itt van egy, hát egy azért látszik, hogy közlekednek rajta, tehát itt van egy nyomvonal, egy út jelzéssel, sárga jelzéssel, és ebbe az irányba fogok most menni. Hát ha jók az értesüléseim, akkor végül is Gemer Péter falva keleti részére fog lemenni ez az út. Tartsatok velem! Nagyon szép, árnyas erdőbe jövünk. Úgy értem, hogy jövök, és ha velem
tart valaki, akkor ő is. Persze természetesen a videó segítségével. Nem voltam még erre, mint ahogy már mondtam. De nagyon, nagyon jó erdő. Hát jó, inkább azt mondanom, hogy tehát egy szép hely. Jó kis sűrű. Vízmosások, tele gallyal. Hát óvatosan kell az évig is, mert a küllőből nem hiányzik egyetlen gaj sem. Hát az előbb 300 méteren voltunk, itt recseg ropog a gaj. Nem baj, legalább tudatom a környezetemmel, hogy itt vagyok. Jobbra egy jókora vízmosás itt mellettem. Mert hogy néha azért, tehát a környezettel tudatni kell. Mert az jó be van itt állva ez keresztül, ez az akármi gaj. Nem kéne, hogy kiszúrja a szemünket. Tehát itt jobb oldal felé ilyen vízmosásos rész van, arra felé ismét emelkedik. Hát ugye mondtam a múltkor, hogy ez a rész is olyan dimbes, dombos, kúp alakú hegyek, dombok. Meg kell néznem. Ez már a lánc és a fogaskörő kerekek közé akadt. Úgyhogy tehát erre kell vigyázni. Hát most aránylag leértem ide egy ilyen hát alacsonyabb helyszínre, nem tudom mi ez, egy útkereszteződés végül is, illetve több útnak a kereszteződése. Innét a vízmosás felől is jön, onnét a hegy felől is jön egy út, ugye megyen arra lefelé, és hát innét baloldalból is, arról az emelkedőről, hát emelkedő jó kis meredek hegy, onnét is jön, és itt van az a patak, valószínű, amit említettem is, hát ott jó kis mocsaras, de remélem, hogy azért majd valahogy át tudok menni rajta. Sárga jelzés továbbra is megtalálható. Baloldalt, szerintem baloldalt megyen a patak. Azt látom olyan mélyebb területnek, hogy jobbra egy emelkedő van. Az megyen vissza felé, ki a bércre. És hát itt egy jobbra egy letermelt erdő. Jó sűrű egyébként, csend van. Nem nagyon lehet hallani még. Hát néhány madár jelzi az itt létét. Nincs valami jó idő egyébként, de nem esik az eső. Viszont ilyen, nem tudom, 17 fok lehet itt valószínűleg az erdőben még annyi sem. Itt viszont már kövés út van, tehát fel van töltve kővel, ami azt jelenti, hogy hamarosan kiérünk a
civilizáltabb környezetbe? Elő volt itt kint egy tábla. Hát különböző adatokkal nem olvastam el végül is, csak a nagybetűs felső részt, hogy az volt ráírva, hogy fenek. Hát, hogy magyarul ez lenne a neve ennek a helynek. Nincs kizárva. Ha csak nem szlovákú, valami teljesen más a jelentés, hát ezt meg kell néznem. Most így ezt nem tudom megmondani. De szerintem, mivel hogy itt azért nagy részt magyarok laknak, akkor nagyon valószínű, hogy ez itt a fenek. És ha fenek, akkor tessék csak nézni. Nem tudom, látjátok-e, vagy látja a kamera. Itt van egy kis tó, alig nagyobb egy pocsolyánál. Valószínű, hogy valami gáttal van megfogva a víz. Szóval az az igazság, hogy nekem tetszik ez a rész. Hát, hű, ott mi volt? Egy őz vagy szarvas ment bal oldalba. De azért észrevette, ő is. Szóval Facebookon, bár nagyon kevés alkalommal nyitom meg a Facebook oldalt. De megint azt láttam, hogy hát már most mindenki megossza, hogy hú, hát itt medvét láttak meg. Szóval nem akarok senkit bántani. De már megint az van, hogy elkezdődött a hisztéria. Persze jó van, fel kell hívni az embereknek a figyelmét. Mert Magyarországon ehhez az emberek nincsenek hozzászokva. Hogy akár farkas, akár medve is tartózkodhat az erdőben. Hát ugye nagyon sokáig itt ezen a részen ilyenek nem voltak. Szlovákoknál volt, Szlovéniában van, illetve a Szlovákiában is van. Aztán van természetesen még több helyen, Boszniában, meg mi minden. De Magyarországon nem. Hát egy jó ideje. Már nem találkoztunk medvével. Szerintem most sem nagyon lehet találkozni vele. Esetlegesen vadkamera. Ha van éppen arra szerencséje. Tehát ha arra jár a medve, akkor talán a vadkamera rögzíthet egy medvét. De igazából én szerintem csak, mint olyan másik filmemben is említettem, hogy hát ilyen áttévedt medve. Nem nagyon van itt meg a megélhetéséhez szükséges élelmiszer. Tehát nem talál olyan szinten, mint akár szlovákoknál is, vagy más felé. Valószínű, hogy fiatal egyed áttéved, átjön, átzavarja a nagyobb. Meg hát ugye a szlovákok egyébként is most kiraktak egy olyan tájékoztatót, hogy téves az, sőt a románok, azt hiszem a románok is,
hogy téves az az elképzelés, hogy mi szerint ugye kivágják a fákat, tehát lecsupaszítják a hegyoldalakat, eltűnik az erdő, eltűnik az élettér, és hogy ez vezetne oda, hogy, hogy a medvék ugye átjárnak, vagy átjönnek. Hát én nem tudom, szóval én nem vagyok ebbe szakértő, de én azért azt gondolom, hogy hát valamennyi alapja biztos, hogy van ennek. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy tehát tartani tőle nem igen kell. A medve elkerül bennünket, a lényeg az, hogy ha ugye bemegy a turista az erdőbe, vagy olyan részekre, ahol várhatóan medve is tartózkodik, vagy akár farkas, akkor ne lopakodjunk, ne osonjunk, akkor néha, főleg, hogyha nem egyedül vagyunk, akkor beszélgessünk. Ha egyedül vagyunk, akár akkor is, tehát hangjelzéssel, bármivel, de hát inkább beszédhanggal lehet jelezni az ott létünket, akkor nagy valószínűséggel a medve el fog kerülni bennünket. Ha ott volt is, nem fogunk vele találkozni, nem is tudunk róla, hogy ott volt. Tehát ezeket a dolgokat kell én szerintem betartani, és akkor nincsenek olyan problémák, hogy akár mondjuk megtámad, vagy valami, mert ugye megtámadni akkor támad meg, ha már olyan közelségbe kerültünk hozzá, vagy egyszerűen megijed, veszélyeztetve érzi magát, ott van előttünk egy róka. Remélem, hogy lesz alkalom fölvenni, még nem vett észre. Figyelitek? Nem tudom, hogy látja-e még a kamera, vagy már. De most már körülbelül 20 méterre vagyok tőle. 15, most vett észre, most szalad el. Szegény. Szágény. Szóval itt megint egy elágazás. Ott valami ismeretterjesztő táblákat akarnak kirakni, egyelőre még nincs rajta semmi. És egy pillanatra itt meg is állok. Hát ez egy na, megáll a bringa. Meg. Tehát ez itt egy aránylag nagy rét. És hát megint szóba kell, hogy hozzam a szlovákokat. Tehát náluk azért vannak ilyenek. Sajnos a probléma az, hogy ez az oszlop ki van rohadva, és hát nem jó felé mutat. Hát ugye ez a Ranyisnyi Precsod, az balra, de nem, onnét jövök. Ustje feneku. Tehát mégiscsak ez a fenék, vagy nem tudom. Most 215 méteren vagyunk, ha visszaemlékszetek, 300-on voltam. Petrovce innét 30 perc. Ezeket a táblákat gyalogosoknak rakják ki, tehát percbe mérik, nem kilométerbe. Ahonnét jövök, ugye a Precsod nevezet az 45 perc, úgyhogy tehát onnét jöttem. Itt viszont nézzük meg, milyen nyomok vannak. Hát ez szerintem tehén pata. Úgyhogy az mondjuk teljesen normális. Hát folytatjuk az utunkat. Ja, és akkor mutatom, hogy hát ugye ez a rész, ez
ez arrafelé is folytatódik, és hát itt volt az a patak, amit ugye mondtam, hogy nem tudom, hogy van-e híd, vagy nincs. Hát van, volt rajta híd, és hát végül is nem kellett a sáron, meg a vízen keresztül, tehát most mutatom, elnézést. Tehát nem kellett a sáron keresztül jönni, hát itt van gyakorlatilag a híd. Menjünk tovább. Hát ezt a rablók döntötték ki előttem, vagy elémbe. Gondolták, hogy hát ki fognak rabolni. De lehet, hogy nem. Hát ez az akácfa, ez gondolom a szél gyűjtötte ki. Nagy valószínűség szerint mostanában erre nem nagyon volt senki. Mert akkor már fölvágták volna, vagy elvitték volna, vagy nem tudom. Na mindegy, szépen átemeljük rajta a biciklit, és megyünk tovább. Nagyon szép egyébként, tehát nem tudok mást rámondani, hogy nagyon szép ez a rész. Jó, meredek hegyoldalak. Látszik, hogy itt azért nincs csupaszra vágva az erdő. Az elmúlt videóimban beszélgettem arról, és hát fő témája volt, hogy itt ez a borsodi hevesi dombság, amiben gyakorlatilag hát nagyon helytelenül, de a Nógrádot nem említik meg. Pedig hát Nógrád is itt van, és Nógrád is egy jókora rész gyakorlatilag kikarolt ezekből a dombokból, hegyekből, völgyekből, erdőrészletekből, erdőkből. Tehát mind a három megye, és hát természetesen a határon túli, tehát az északi részt, az viszont ugye Szlovákia, mint ahogy most is Szlovákiában vagyunk, felvidéken, ha úgy jobban tetszik, jobbra-balra egyébként, illetve hát most jelen pillanatban jobbra, de nem tudom megmutatni, mert itt ezektől a bokroktól, fáktól nem látni. Baloldal felé ugye magasodik az erdő, a hegy. Tehát visszatérve, ez végül is a Bolhád hegység része már. Persze valójában ezek olyan régi elnevezések, hogy a mostani térképeken hát ezt már nem lehet meglátni, nem jelenik meg, nem mutatják meg, pedig, mint ahogy mondtam az előző filmemben is, igencsak fontos lenne. Egyrészt, amit felsoroltam, hogy a turisták kedvéért, másrészt a fiataljaink kedvéért. Mert ugye azt mindenféleképpen szeretnénk, hogyha a fiatalokat számítógép mellől fel lehetne állítani, és járnák a természetet. És itt egy újabb útkereszteződés, és itt meg is állok, mert szerintem a 100 méteren belül kiérek az útra, mármint a műútra. Hát ugye innét is jön út, onnét is jön út, én innét jobbról jöttem. Tehát itt mindenfelé vannak ilyen földutak. Ezért mondjuk nagyon-nagyon nagyszerű, hogyha
van nálunk valami, amivel tudunk tájékozódni, mindannak ellenére, hogy itt azért a felvidéken találkozhatunk táblákkal. És mindjárt kiérek a főútra. Főút? Hát nem tudom, hogy főút-e. Lényeg az, hogy aszfaltos út. Tehát a lényege az egésznek az, hogy amiket felsoroltam, és hát arra is van egy szép rét, ezt is meg kell, hogy mutassam. Közben valahol a fűrésznek a hangját lehet hallani. És lényeg az egészben, hogy tényleg nem találod meg azt, hogy melyik terület, melyik elnevezés, meddig tart, meddig lehet nyomon követni, meg hát abszolút semmi. Tehát a feltételezések, és itt új aszfaltot csináltak meg, azóta mióta nem voltam, hál a jó Istennek, mert már borzalmas, rossz minőség volt. Tehát ez, hogy tényleg óbükk, meg bolhád, meg cseres, meg nem tudom. Tehát ezeket, hogy elkülöníteni, ezeket a völgyekkel lehet, én szerintem, patakvölgyekkel, mint ahogyan a Hangony patak, a Tarna patak, stb. És ezek, amit elmondok, ezek az én saját privát véleményem, mert ugye azt is láttam, hogy magát a Tarna vidéket, az hú, hát oda besorolnak mindent, mindent az ég egy adta világon, így ömlesztve. De hát elmégy a boltba, bevásárolsz, berakod a szatyrodba a cuccokat, akkor arra se lehet ömlesztve mondani, hogy ez vagy az. Megálltam, itt is van egy rét. Tehát jó, lehet mondani, hogy élelmiszer, vagy éppen kihol vásárol, hogy ez Penis, vagy Lidl, vagy Kópos, nem tudom, lényegtelen. De azoknak a cuccoknak külön, amit beleraksz, külön neve van. Kenyérliszte, stb. Összesített nevük, élelmiszer, de lehet köztük mondjuk sampon is, meg egyéb. Tehát amit itt is látunk, az, hogy most Tarna vidéki, hol van már ide a Tarna? Drága gyerekek. Hát nem itt van. Viszont azt szépen jól lehet látni, hogy hát ez is egy szuper hely. Egyik videót szoktam mondani, hogy húj, nagyon zsír. Meg olyanokat, hogy korszerű, meg nem tudom. Hát jó, legyen. Egyébként nagyon szép kék az ég. A felhő az most jelen pillanatban kevesebb, mint mikor elindultam. De azért, hát azért nem süt a nap. De most már nincs hideg. Amikor elindultam, ilyen 16 fok lehetett. Nem sok. A szél az fúj. Egész jól lehet hallani.
falevelek fölhangosítják a légmozgást. Na, megyünk tovább. Van egy ismerettel résző tábla. Hello! És az a déli irány, tehát itt akár ezen az úton, persze azt nem tudom, hogy átmegye ez az út, mert amott látok egyébként földutat, tehát hogy átmegyen a határon, azt nem tudom. De előfordulhat. Ott valahol Kisikátor környékén talán ott lehetne Magyarországra átjutni. Péterfala melletti 89-81 hektáron elterülő somos európai jelentőségű terület kinyilvánításának indoka az európai jelentőségű élőhelyekként jegyzett szálkaperjés rozsnokos szeromazofil gyepek. A pannon lejtős gyepek és szálkafüves lejtők és a borókásodó száraz gyepek kedvező állapotának biztosítása, valamint a csíkos, medvelepke, sárga gyapjas szövő, stb. Hát, tehát egy gyakorlatilag valamilyen természeti értékeket mutat ez a terület. Jó egyébként, hogy kitábláznak ilyeneket. Egyébként meg tényleg szép az idő. Jó kint lenni. Jobb. Tehát jobb, mint mondjuk bent ülni a szobában a számítógép mellett. Egész télen elég sokat volt részünk benne, úgyhogy az ember már ilyenkor inkább kikívánkozik. Úgyhogy megyünk is tovább, gyertek velem. Jesztete. Magyar nevé Jesztetére érünk be. Vitame vas. Nagy magyarul üdvözöljük. Falu szélén baloldalt volt a temető, hát ugyan nem mutattam. Néha beszoktam pillantani, csak azért, mert hát az gyakorlatilag a múltról egész szép látleletet ad. Ugye lehet itt mondani, hogy itt magyarok nem éltek, meg mit tudom én, holott magyarok mai napig élnek itt. Viszont a temetőbe a sírokon feltüntetett nevek, azok szépen jelzik a nemzetiséget is. Ugye nagyon szépen elkülöníthető, hogy melyik a szlovák, melyik a magyar név. Na mindegy, ez csak úgy adalékként jegyzem meg. Erről is tudnék beszélni, sőt, meg is kellett talán említeni. Itt vannak a mezőgazdasági területeink, de akár egész Európáról lehet mondjuk egyöntetűen beszélni. Tehát ez a mostani megszokott apáról fiúra szálló mezőgazdasági művelés, ez oda vezet, illetve hát oda vezetett, hogy egyszerűen a termőföldeink nagy részét évről évre veszítjük el. Pusztul a termőföld. Gyakorlatilag ugye mindenki a termőföldre úgy néz, vagy nagyon sokan, főleg azok, akik mondjuk igazából
kicsit sietnem kellett, mert mögöttem jött egy autó. Tehát akik igazából nem ismerik úgy, vagy tényleg mondják, hogy hát a Föld, ja, meg minden. Tehát ugye a Föld az egy élő valami. Tehát ez egy olyan valami, amit meg kellene őrizni, mert a létünk függ tőle. Közben érünk be Gesztetére, szlovák nevén Hostice. Szóval azt kezdtem el mondani, hogy a földünk, a termőföldünk az egy élő organizmus, amit nagyon, nagyon érdekünkbe áll életbe tartani, mert ha ilyen arányba pusztul el a termőföldünk, mint ahogy ez idáig az emberi tevékenység pusztította, akkor mondjuk egy 40 év múlva, lehet, hogy annyi se kell, egyszerűen nem lesz termőtalaj. Ha nem lesz termőtalaj, nem nehéz kitalálni, nem lesz mit enni. 9 milliárdhoz közelítünk, mondjuk egy 40 év múlva, nem tudni, hogy hanyan leszünk. De már most is nagyon sok ember éhezik, pont emiatt. Hát elsősorban mondja a túlnépesedés, és hát azért is vannak ezek a migrációk, hát olyan helyekről, ahol például Afrika, Ázsia, stb. Afrikában ugye tudott dolog, hogy az elmúlt 10-15 évben, 20 évben olyan túlnépesedés van, hogy meg 10-szereződött a lakosság. Nem tudom, mennyire lehet hallani, amit mondok, mert nagyon erős szembeszél fúj. És hát az az afrikai egyébként is termőtalajban nagyon szegényes terület, az egyszerűen nem képes ellátni azt a sok embert. Aztán ugye pontosan ezért, ennek okán indult el végül is a migráció. Megpróbálnak Európába jutni, mert Európa, és azon belül is mondjuk egy némely ország, elsősorban mondjuk Németország, másodszorban Anglia, jelenti ezeknek az embereknek a Kánaánt, Svédország, még például, ahol a legjobbak a szociális háló nyújtotta dolgok, tehát legkedvezőbbek. És hát visszatérve, a termőföldhöz, hát maga ez a szántás, a boronálás, meg különböző tarlóhántások. Ősszel ugye még ezt a kis növényt is bedolgozzák a földbe. Ezek a tarlóhántások
ezek télére kitakarják a földet, úgy tele lát. Na most az a rengeteg biológiai élőlény, ami a földben mondjuk jobban át tudna telelni, hogyha takarva lenne, hogy akkor nem volna kitéve a fagynak, meg mi minden. Tehát hasonlóképpen kell ezt valahogy elképzelni, mintha nekünk mondjuk egy pólóba, meg egy rövid nadrágba kellene a telet átvészelni. Tehát az esélyünk nagyba csökkenne, a túlélési esélyünk. Hát a földnél is így van. Minél inkább kitakarjuk, annál kevesebb az esélye a földben élő növényzetnek, rovaroknak, bogaraknak. És hát végül is a legapróbb földbe élő mikroorganizmusoknak is a túlélésre. Tehát nagyon kevés az esély. Tehát itt a gazdáknak, és hát a gazdákat valamiféle tanfolyamok, oktatás, meg egyéb kellene arra késztetni, hogy jó minőségű földön dolgozzanak. Tehát amit megtermelnek, azt vissza kell pótolni. És azt szerint kellene a gazdákat támogatni, hogy tényleg milyen minőségű földet hagynak maguk után, hogy a jövő generációja is tudjon termelni. Nagyon nagy jelentősége lenne. Látok a Miskolci Egyetemről is, hát ilyen földtani beszámolókat, Alap a Föld címen sok minden videó megtalálható, viszont valójában igazából azt nem látom sok esetben, hogy valamiféle felvilágosítást, vagy olyan információkat adnának a gazdáknak, hogy mi az, amit csinálni kell. Mert a gazdák egyet tudnak, apám így csinálta, nagyapám így csinálta, én is így csinálom. Csak hát a végeredmény számít, az, hogy a föld az folyamatosan veszíti el a tápanyag tartalmát. A tápanyag tartalmát elveszíti, és már csak, kizárólag különböző tápszerek segítségével tud termőre fordulni. Hát bizony annak, amit megtermelnek rajta, annak a tápértéke meg se fogja közelíteni azt, ami ennek kellene lennie. Amott pedig a tehenek vannak. Ja, és nem tudom, hogy látja a kamera, próbáltam arrafelé mutatni, ott valamikor egy kúria volt, hát most borzalmas rossz állapotban van, gyakorlatilag le van pusztulva. Hát ez van. Valószínű, hogy a szlovák kormánynak ilyenekre nem igen van pénze, másra se nagyon. És ez itt tényleg a bolhád. És itt ezen a részen a barkók élnek. A barkók végülis az is egy kis népcsoport, de ugye elkülönül mondjuk a többi népcsoporttól,
Hát énekeibe, mondókáiba, meg egyéb más, tehát kulturálisan is elkülönül. Tehát egy jól elkülöníthető népcsoport ez. Domaháza, meg ezek a részek, ezek szintén barkók. Hát ezt csak úgy megjegyeztem. És csak azért, hogy ne legyen annyira unalmas, hát ez bizony egy defekt. Jó kis ellenszél van megint, illetve hát még mindig, csak volt egy kis szünet, még kicseréltem a belsőt. Hát most nem variáltam vele, hogy még keressem meg, hogy hol lyukas. A víz se volt nálam úgy, hogy meg tudjam nézni. Viszont volt egy belső, úgyhogy kicseréltem. Fú, de jó süvít a szél. Nem tudom a mikrofonba mennyire fog belefújni. Aztán már majdnem végeztem, mikor a faluból egy kisebb csapat rám közelített. Eltérő kultúrával. Úgyhogy gyorsan pakoltam is össze mindent be a táskába. Na mindegy, sikerült felfújnom, meg sikerült ugye a belsőt kicserélni. Aztán jövök tovább. Hát valami kiszúrhattam, a külsőben nem találtam egyébként semmit. Többször átnéztem. Szerintem valami tüsi lehetett, ami kiszúrta, aztán lassan leengedett. Vagy legalábbis ezt remélem, mert ha nem így van, akkor még továbbra is fennáll a defekt lehetősége, akkor viszont már ragasztanom kell. Itt viszont érünk a tóhoz, és oda bemegyünk, megmutatom nektek. Hát nagyon, nagyon nem megyek be. Ez is egy mesterségesen kialakított tó. Amott baloldalt van a gát. Ezek a dombok, amik itt vannak fölöttünk, végül is valahol ott megyen a határ. Szlovák-magyar határ. Tehát ha itt mondjuk sikerülne valahol átmenni, nem tudom egyébként, hogy mennyire járható, mennyire nem, akkor körülbelül hát valamivel Hangony fölött, Hangony-Szentsóny között, vagy Szentsóny, Hangony-Kisikátor között a határra érkeznénk ki, valamelyik tanyához. És hát így néz ki ez a tó. Egyébként most már tényleg aránylag jó idő van. Nincs hideg, süt a nap. Kellemes. Bent előttünk valamilyen vízimadár. Hattyúk is szoktak itt lenni. Most nem látok egyébként. Amúgy egész jó
kiterjedésű ez a tó, meg hát úgy szép helyen van. Haladjunk tovább. Ha ellát odáig a kamera, és itt még mindjárt a tónál vagyok, azok ott már a Hangonyi hegyek. Ott az a sötétebb, távolabbi, az már a Birinyi tető. Mondjuk gyakorlatilag ott megy a határ, tehát az talán még, nem hogy talán, hanem az még Szlovákia területén van. De mondjuk itt, Darnyánál, következő falunál, itt is át lehet menni a zöld határon, ki lehet menni, nem tudom mennyire járható, de most nem is tervezem, hogy arra megyek. Itt van előttem ez a madár, ez nem szokott itt kitelelni nálunk a környéken, nem tudom mennyire látja a kis kamera. Nagyon érdekes, a szárnya felső része olyan, hát olyan szürkés-barnás, a két vége az meg olyan sötét. Barna vagy fekete, nem tudom, ilyen távolról megállapítani, egész nagy szárnytávolsággal rendelkezik. Egyértelműen ragadozó madár. Hát most már biztos, hogy kiment a kamerának a látószögéből, de még nem tudtam beazonosítani a madárnak a fajtáját. És megint közelebb került, persze nem olyan nagyon közel, mert azért van egy 100 méter tőlem. Most talán jobban lehet látni, mert tehát itt jön. Vagy meg. Ott van bent Darnya. És tudja, ahogy mondtam, az ott a birintető, és előtte ott a völgyön, balra tőle, ott lehetne kimenni. És az már a Hangonyi határrész. Hát a Darnyi kereszt ott valahol abban a hajlatban van. Ugye egy keresztet állítottak oda pont azért, hogy de nagy a forgalom. Tehát, hogy az arra közlekedők annak idején ugye mondjuk lovaskocsival, meg nem tudom, jártak át. Tehát azoknak volt végül is egy útjelző. Aztán a másik oldal felé, hát szabad szemmel jól látom, a kis kamera biztos, hogy nem fogja látni a Királyhegyet tőle jobbra, a Tiszolci Sárkanyovcét lehet látni, aztán egészen amott bal oldalon, ott pedig a hát vagy a Gyömbért, vagy a Hopokot, tehát a nyugati részét lehet látni az Alacsony Tátrának. Annyira nem tiszta a levegő, szóval meg olyan messzire szerintem ez a kis kamera nem lát el. Dvinya! Dvinya! Hát ők így írják ki, hogy Darnya. Ez meg egy hasonlóképpen, mint ahogy nálunk is, egy lepusztult egykori TS, és már Simonyiba vagyunk, ami valójában, mekkora szél van, ez a Rima Simonyi, ugyanis a Rima az itt van, nem messze. Rima Simonyinak a templomját lehet látni.
teljesen fehér. Hát nem is olyan kicsi. Hát ez a kis falu, ez is a pusztulás útjára lépett. Láthatóak a házakon, hogy nagyon elhanyagoltak, abszolút nincsenek karbantartva. Nagy valószínűséggel szándékosan telepítenek ide be. Mármint a kormány. Olyan etnikumot, hogyha esetleg mégis valami csoda folytán Trianon visszaállítására, illetve hát a trianoni időszak előtti visszaállításra gondol mondjuk a magyar, hát akkor tessék, ezt kapod. Ha nincs elég bajod, akkor majd lesz. Előttünk egy repcetábla, és a repcetábla felett, hát az talán már az Úponyi hegység, nem tudom. Én itt nehéz megállapítani, nincs kizárva. És akkor itt mutatnám, hogy ott lehet látni azokat a kúpos hegyeket, amiről már többször szó volt. Amögött van Hangony, és ezek a hangonyi kúpos hegyek. Gyakorlatilag itt rögtön ötöt lehet látni. Itt a jobb oldali az a Birény, aztán Pogányvár, Hőzbérc, meg nem tudom. Különböző ilyen elnevezések vannak. És hát megint erre is el lehet mondani, hogy hát ilyen neve nincs valami. Szóval itt van, de valójában a térképeken nem létezik. Legalábbis neve az nincs. Ezen az oldalon is repcetábla van, és itt vagyunk a hídon. Szlovákul most. Tehát arra felé, az Alacsony Tátra, ez a híd pedig a Réma fölött hível át, és hát mondjuk azt jó lehet látni, hogy a víz, amikor mondjuk magasabban volt a folyó vízszintje, akkor a környezetére, a gallyakra, ágakra, bokrokra, hát kirakott, hát ilyen a szemetet gyakorlatilag. Amit magával hozott, azt a szemetet rakta ki. Amit nem rakott ki, az vitte tovább a Sajóba. A Sajó itt nem messze tőlünk már, ott folyik, és a Rima az belefolyik. Majd a Sajó viszi a Tiszába, a Tisza a Dunába, a Duna a Fekete-tengerbe, és hát gyakorlatilag a tengerekbe így képződik a szemét, az emberi szemét, a hanyagságból eredően, tehát egyszerűen eldobálunk mindent, eldobáljuk a szemetet, mert ha már nem látjuk, akkor nem létezik, tehát ugye ez nagyon nem így van. Abszolút semmilyen formában nem vigyázunk a környezetünkre, pedig kellene. Egyfajta bűntény, tehát innen ez a másik oldala a Rimának, egyfajta bűntény
az, hogyha a környezetünkben széllyel szórjuk, elszórjuk a különböző hulladékot, szemetet, amiből ugye csak hát olyan dolgok képződnek, amire egyébként nem lenne szükség. Tehát ez egyfajta bűntény, és miért? Azért, mert az elszennyezett környezet az lesz majd a fiaink, unokáink élettere. Tehát amit most eldobálunk, amit most kidobunk, azzal majd szembe találkozik az utód. Arra felé, feltéve tényleg, ha látja a kamera, tehát itt rögtön itt van egy repcetábla, mögötte ugye egy facsoport, és fölötte fehér, hát még fehéres hófoltok vannak a Királyhegyen. Tehát az ott a Királyhegy, ami nem biztos, hogy megvan a kamerába is. Szabad szemmel egyébként jól látható. Dubovec. Magyar nevén Dobóca. Közvetlen a magyar-szlovák határon van ez. Illetve hát nem messze van innét. Kb. Úgy mondom. Pontos dátumot már nem tudom. De valamikor a szociba. Hát még tinédzser voltam. És hát valaki, nem tudom, hogy kicsoda, leszervezte ide. Átmegyünk Szlovákiába. Sőt, akkor még Csehszlovákia volt. Dobócára. Focizni. Hát ugye külön busszal jött a falu apraja nagyja, és tényleg át is jöttünk ide, de mondjuk az nem volt egy olyan nagy esemény. Inkább az volt nagy esemény az előtte lévő napokban, készülődés, hú, megyünk, Szlovákia, Csehszlovákia. Aztán ugye a határon komoly ellenőrzés volt ám, ki kellett tölteni különböző nyilatkozatokat, elvámolni való, stb. Hova akarsz menni, minek, mégy oda. Hát ugye baráti országként nem úgy volt az, hogy csak kenjük be sárral, na menjetek. Ja, focizni olyan? Hát persze, menjetek, jó van. Hát a büdös frászt. Gyakorlatilag, hát nem is tudom, hogy meddig állhattunk ott a határon, mire nagy nehezen átengedtek. Szóval, hogy mi volt itt, emberek? Abba a híres jóléti világba, a cociba, mert már most komcsi világnak is mondják, szerintem sose volt komcsi, de mindegy, lényegtelen. A méhek itt repülnek fejmagasságba, balról, a repcetábláról. Jönnek át az úton, jobb oldalt itt van egy méhészet. Nem is kicsi. Van egy jó pár darab kaptár. Mártonfala.
nevünk Rima Sage található, és hát a Rima völgyén tovább abba az irányba lehetne menni Bánréve felé. De igazából Bánrévétől Ózdig nagyon nagy forgalmú az az út, és nem igazán szeretem. Úgyhogy itt jobbra megyek. Itt Jéne van bent, és átmegyek itt ezeken a dombokon, és Susára fogok kikötni, vagy Susán fogok magyar területre érni, inkább így mondanám, úgyhogy tehát erre megyek. Beértem Jénére, és már ki is értem Jénéről. Rossz nyelvek szerint a faluba, tehát Jénén egyetlen fehér van. Egyetlen egy fehér. Az is az előttünk látható templom. Nem akarok különösebb kommentárt hozzá. Valószínű, hogy mindenki érti, hogy mire gondolok. Itt viszont, hát nem tudom, hogy mennyire lehet érzékelni. Itt megyen kifelé előttem az út, ami egyértelműen tolós szakasz, mert körülbelül 30-35% az emelkedő szintje, úgyhogy ki kell menni amoda a dombtetőre, és majd ott fogom elérni a magyar határt. Tehát megint egy tolós rész, pedig nem is jöttek meg a toló fájdalmai. Na mindegy. Meg különben is vettem volna be valami görcsoldót ellene. Szóval ez vár rám. És visszaérek ugye a határon túl Magyarországra. Susa, Uraj, Ózd, Szent Simony és Hangony. Szóval egyébként jó volt az idő, hál' Istennek. Jobban kitartott, mint az előző túrámon. Esőre nem kellett számítani. Holnaptól már egyébként mondja, egészen a következő csütörtökig mond esőket, záporokat. Úgyhogy azért is indultam el, mert mára a csütörtökre mondta az egyetlen olyan biciklizésre alkalmas időt, amikor mondjuk ekkora távolságot bele lehet tenni, mert jó, nem fog mindig esni persze az elkövetkezendő egy hét folyamán, de tehát ekkora túrákat valószínű, hogy nem lehet megtenni, mert akkor számítani kell arra, hogy hát megázol. Na szóval, induljunk tovább. Még mindig tartsatok velem, már nem sok van hátra, körülbelül mennyi lehet? Hát még 20 kilométer. Meg körülbelül egy kilométer gyaloglás. De hát az is belefér. Hát szóval egy kicsit sem mondanám, hogy könnyű volt kitolni ott a közép részen. Ott szerintem közel 40%-os meredekség volt. Hát többször meg kellett állnom. Ez itt a Harmaci rét. Hát ott a túlsó falu, az Harmac. Ez itt Jéne. Valószínű, hogy itt is valahol át lehet menni a határon, nem vagyok benne biztos, úgyhogy nem megyünk arra. The
Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic. But maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness. The anxious and panic. The infinite vastness of all that is blackness. Már most magyar területen vagyok. Egyébként ott jön, és itt megy a határ, és megyen abba az irányba. És most Susa fölött vagyok. És hát megint a zöld határról jöttem be Magyarországra. És hát ilyen földúton közeledek Susa felé. Majd benne a faluban már természetesen aszfaltút lesz. Hát itt meg olyan, amilyen. Rázós, zötyögős földút. Úgyhogy szerintem ezzel, és megint jó kis szél van itt, tehát ezzel be is zárom szerintem ezt a videót. Nem tudom a kilométer adatot, fogalmam sincs, hogy mennyi. Mert nem nulláztam le a számlálót. Na mindegy, nem is annyira lényeges. Lassan 5 óra van, de egyébként még mindig kellemes az idő. Úgyhogy hát a hazafelé vezető aszfaltos utat azt már fölösleges videóra venni, mert hát ott semmi olyan különleges vagy látványos valami nincs. Legfeljebb megint elémbe fordul egy-két autó, mint ahogy az előző filmemben is. Mert hát annyira figyelnek az autósok. Egyszerűen a biciklit, és erről még nem beszéltem ma, tehát a biciklit, a biciklist, azt úgy nem tudom. Azt úgy figyelmen kívül hagyják,
Ja, csak egy bicikli, hát akkor nyugodtan itt megfordulok, elébe megyek, fellököm, nem számít. Ha nem sikerült, akkor apa, nyisd ki az ajtót. Próbáljuk meg azzal. Gondolom mindenkinek megvan a Mercedes-es vicc. Minek van a Mercedes elején? Ugye az a háromszög, az a célzó. Hát kisfiam, ha ki nem nyitom az ajtót, hiába céloztad volna te. Na szóval, természetesen ez nem vonatkozik mindenkire. Vannak nagyon figyelmes sofőrök, akik odafigyelnek másokra, és úgy próbálnak vezetni, hogy lehetőleg ne okozzanak problémát. De azért számítani kell olyanokra is, akik úgy figyelmen kívül hagynak dolgokat. Szóval közben érek be Susára, és Susának a felső része, a buszforduló, eddig jár ki a busz. Szóval itt már érek az aszfaltútra. Úgyhogy köszönöm mindnyájatoknak a figyelmet. Remélem, jól éreztétek magatokat. Szervusztok!